Tudom, mire gondolsz, hogy 6 lövést lőtte neki, vagy csak 5-öt? Walker, mi a helyzet, Lyle? Hogy vagy, partner? Ex-partner. Max. Nem változtatok meg semmit. Egyedül a fürdőkádban keltek fodrokat. Pofás illa. Neked nem tellett volna ilyesmire. Kinek dolgozol? A légynek se vártok. Ember ez a cégeket. Csupán kihasználom a lehetőségeket, és kész. Vissza kell vigyelni. Tíz menetet bunyóztam maga nagy John Sullivan ellen. Én láttam a tévében a Tyson Spinks meccset. Rosszul áll a szénád. Hagy futni, Max. Itt maradok, nem megyek vissza. Kiküldött. A nevét akarom. Mintha számítana. Még pár hét, és övé az egész ország. Ha itt nem kapja meg a pénzét, összeszedi máshol. De egy valami hold biztos. Visszaküld valakit, hogy nyírja ki a nagyszüleimet. Eltűnök, mint aki sosem létezett. Sem az anyám, sem az apám, sem a gyerekeim, még a tetvecs macskám se. Hallottál valaha Aaron McCombról, McComb szenátorról? Mesebeszéd. Hát nem érted. Elnök akar lenni. A választási kampányára kell a pénz. A francba már az ügynökségünk felét zsebre vágta. Ha visszaértünk, megmutatod kiket. Totál meghibbantál. Az a pasi félkézzel elintéz. Meglátjuk. Indulj. Hallgass rám! Ha visszamegyek és beszélek, a családomnak vége. Én szeretem őket, és hát nem érted. Ha itt halok meg, akkor csak nekem lőttek. Nem mehetek vissza! Vissza kell, hogy vigyelek. Nem tehetek mást. Én sem tehetek. Irgalmas tíz Mária. A te főhadiszállása. Tanúskodj, segíteni fogok. Szerint bűnösen megsértette a TEC szabályzatának 4-8/9 pontjában foglaltakat. Időutazása jövő megváltoztatása véget. A vádat súlyosbítja, hogy jelenleg a téridő ellenőrzés tisztjeként szolgál. Van a vádlottnak hozzá fűzni valója? Mondd el. Edward ügynök, fel tud hozni valamit a védelmére? Igen. Nem. Akkor jogkörömnél fogva kihirdetem az ítéletet. Szólj valamit. Szólalj meg végre. A vádlottat bűnösnek találtuk. A jogerőre emelkedő ítélet halál, amely nyomban végrehajtandó.
Szegény ördög. Adjon derűsebb hónapot az ég. Walker, mi a helyzet Lyle? Hogy vagy, partner? Ex-partner. Max. Nem változtatok meg semmit. Egyedül a fürdőkádban keltek fodrokat. Pofás illata. Neked nem tellett volna ilyesmire. Kinek dolgozol? A légynek sem ártok. Ember, ez Amerika. Csupán kihasználom a lehetőségeket, és kész. Vissza kell vigyelek. Tíz menetet bunyóztam maga nagy John Sullivan ellen. Én láttam a tévében a Tyson Spinks meccset. Rosszul áll a színád. Hagyj futni, Max. Itt maradok, nem megyek vissza. Ki küldött? A nevét akarom. Mintha számítana. Még pár hét, és övé az egész ország. Ha itt nem kapja meg a pénzét, összeszedi máshol. De egy valami hold biztos. Visszaküld valakit, hogy nyírja ki a nagyszüleimet. Eltűnök, mint aki sosem létezett. Sem az anyám, sem az apám, se a gyerekeim, még a tetves macskám se. Hallottál valaha Aaron McCombról, McComb szenátorról? Mesebeszéd. Hát nem érted. Elnök akar lenni. A választási kampányára kell a pénz. A francba már az ügynökségünk felét zsebre vágta. Ha visszaértünk, megmutatod kiket. Totál meghibbantál. Az a pasi félkézzel elintéz. Meglátjuk. Indulj. Hallgass rám! Ha visszamegyek is, beszélek. A családomnak vége. Én szeretem őket, és hát nem érted. Ha itt halok meg, akkor csak nekem lőttek. Nem mehetek vissza! Vissza kell, hogy vigyelek. Nem tehetek mást. Én sem tehetek. Irgalmas Szűz Mária. A TEK főhadiszállása. Tanúskodj, segíteni fogok. Szerint bűnösen megsértette a TEK szabályzatának 4-8/9 pontjában foglaltakat. Időutazása jövő megváltoztatása véget. A vádat súlyosbítja, hogy jelenleg a téridő ellenőrzés tisztjeként szolgál. Van a vádlottnak hozzáfűzni valója? Mondd el. Edward ügynök, fel tud hozni valamit a védelmére? Igen. Nem. Akkor jogkörömnél fogva kihirdetem az ítéletet. Szólj valamit. Szólalj meg végre. A vádlottat bűnösnek találtuk. A jogerőre emelkedő ítélet halál, amely nyomban végrehajtandó. Szegény ördög.
Adjon derűsebb hónapot az ég. Időfodrot észleltünk, Kem David. Walker, mi a helyzet, Lyle? Hogy vagy, partner? Ex-partner. Max. Nem változtatok meg semmit. Egyedül a fürdőkádban keltek fodrokat. Pofás Ilona. Neked nem tellett volna ilyesmire. Kinek dolgozol? A légynek sem ártok. Ember, ez Amerika, csupán kihasználom a lehetőségeket, és kész. Vissza kell vigyelek. Tíz menetet bunyóztam maga nagy John Sullivan ellen. Én láttam a tévében a Tyson Spinks meccset. Rosszul áll a szénád. Hagyj futni, Max. Itt maradok, nem megyek vissza. Kiküldött. A nevét akarom. Mintha számítana. Még pár hét, és övé az egész ország. Ha itt nem kapja meg a pénzét, összeszedi máshol. De egy valami hold biztos. Visszaküld valakit, hogy nyírja ki a nagyszüleimet. Eltűnök, mint aki sosem létezett. Sem az anyám, sem az apám, sem a gyerekeim, még a tetves macskám se. Hallottál valaha Aaron McCombról, McComb szenátorról? Mesebeszéd. Hát nem érted. Elnök akar lenni. A választási kampányára kell a pénz. A francba már az ügynökségünk felét zsebre vágta. Ha visszaértünk, megmutatod kiket. Totál meghibbantál. Az a pasi félkézzel elintéz. Meglátjuk. Indulj. Hallgass rám! Ha visszamegyek és beszélek, a családomnak vége. Én szeretem őket, és hát nem érted. Ha itt halok meg, akkor csak nekem lőttek. Nem mehetek vissza! Vissza kell, hogy vigyelek. Nem tehetek mást. Én sem tehetek. Érdalmas Szűz Mária. A TEK főhadiszállása. Tanúskodj, segíteni fogok. Vád szerint bűnösen megsértette a TEK szabályzatának 4-8/9 pontjában foglaltakat. Időutazása jövő megváltoztatása véget. A vádat súlyosbítja, hogy jelenleg a téridő ellenőrzés tisztjeként szolgál. Van a vádlottnak hozzáfűzni valója? Mondd el. Edward ügynök, fel tud hozni valamit a védelmére? Igen. Nem. Akkor jogkörömnél fogva kihirdetem az ítéletet. Szólj valamit. Szólalj meg végre. A vádlottat bűnösnek találtuk. A jogerőre emelkedő ítélet halál, amely nyomban végrehajtandó. Szegény ördög. Adjon derűsebb hónapot az ég.